A Madarak és Fák napjához kapcsolódva tanítás nélkül a kikapcsolódásra, közösségépítésre és a természet védelmére helyezték a hangsúlyt ezen a délelőttön a petőfisek. Az alsósok a városban, a felsősök pedig a város szélén sétáltak, játszottak, versenyeztek egymással. Az alsósok itt bent a városban különböző helyszínekre mennek, az evangélikus templomhoz, mentőkhöz, Petőfi szoborhoz, mindenhol játékos feladatokat kell megoldaniuk. A felsősök pedig a város széléig mennek ki, a Mózer tanyáig és a kutyaiskoláig. Hosszabb programot terveztünk egyébként, a Csukástó széléig szerettünk volna kimenni, de a tegnap előtt esti, tegnap reggelig tartó eső miatt nem kockáztattuk meg, mert nyilván, hogy vizes, nyírkos amúgy is olyan az a terület, és egy picikét lerövidítettük így ezt a programot. És jönnek be az iskolába, és itt az iskolában is lesznek még feladatok. Egy utolsó laza nap volt ez az év vége előtt, hiszen a tanévet lezáró hetek minden iskolában a felmérőkkel, dolgozatokkal, feleletekkel telnek. A 7. és 8. osztályok számára pedig fontos feladat a ballagás megszervezése is. Ezen kívül május 28-án kerül sor az országos kompetenciamérésre. Ez egy országos mérés, szövegértésből és matematikából a 6., 8. és 10. év folyamot mérik. Ez minden évben adott időpontban, május utolsó szerdáján történik meg, központilag kiadott feladatlapokkal, és ennek alapján mérik a gyerekeinknek a szövegértését, illetve a matematikai tudását. Az eredményekről részletes értékelést kap minden iskola. Az elmúlt években a Petőfi a mért területeken az országos átlag felett teljesített.